Köszöntöm nézőinket, engedjenek meg nekem néhány nevet. Major Miklós rendőr őrnagy, német József rendőr törzs zászlós, dr. Andis József rendőr alezredes és Csábrák Csaba rendőr alezredes. Ők voltak az év rendőrei, és a közelmúltban vették át ezt az elismerő címet, és itt a stúdióban sok szeretettel köszöntöm Csábrák Csaba rendőr Alezredes Köszönöm. urat. Engedje meg még, hogy puskázzak a Szexándi bűnügyi osztály bűnügyi technikai és helyszínelő alosztályának alosztályvezetőjét. Most már leteszem a puskát Alezredes úr, és hát kérdezem, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a díjat? Ez nagyon jó érzés volt, már csak azért is, mert ugye az év rendőre városi szinten való átadásának a kiválasztásához egy bizottság van, aki jelöl bennünket, és a bizottsági jelölés után pedig az év, a záró év, az évad nyitó évi közgyűlésen, illetve évértékelő gyűlésen, ami a polgármester hivatalnak a Dísztervébe szokott lenni, ott a rendőr -kollégák szavazata alapján, dől az el, hogy ki lesz a bűnügyi területen, és ki lesz az, aki a közrendvédelmi területen lesz a város évnek a rendőre. És azért ez megtisztelő számomra is, mert a bűnügyi kollégák, a kollégák részéről van ez a megtiszteltetés, és ők választottak erre a megtisztelő címre engemet. Ezek szerint szeretik önt a rendőrségnél, pedig hogyha jól tudom, akkor nem lehet azt mondani, hogy gyermekkora óta erre a pályára készült, kicsit másként alakult az élet, és később találta meg ezt a hivatást. Meséljen Igen, valóban, ez így van. Én, mint agrárszakember végeztem Magyaróvár Egyetemen 1986-ban, és 83-tól élek Bogiszlón. Ott a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam, és 92-ig, gyakorlatilag illetve 93-ig, utána egy váltás történt az életemben, és hát próbáltam elhelyezkedni olyan területen, ahol némileg a szakmai tudásomat, illetve ha már szakmát nem, az emberekkel való kapcsolat tartásomat, illetve az emberekkel való bánásmódot tudom kamatoztatni. Így jutottam el 1991. február 16-án a Torna egy rendőrfőkapitányság állományába, és ezen belül pedig a Szexhád rendőrkapitánysághoz kerültem dolgozni. Ott először, mint vizsgáló dolgoztam, eh, 1998-ig. 1998. december 17-én egy kis kitérővel a közrendvédelmi osztályra kerültem, mint váltásparancsnok. A váltásparancsnoki feladatok azok azt jelentik, röviden és velősen mondanám, hogy a intézkedő járőröknek a mindig a szolgálatban lévő és intézkedő járőrnek a vezetése, illetve irányítása tartozik hozzá. Ezt két évig végeztem, és két év múlva, mivel a bűnügyi munkaterület az kicsit jobban állt a szívemhez, visszatértem a bűnügyi osztályra, és akkor bűnügyi helyszínélőként dolgoztam, ott, ahol akinek most az osztályvezető, illetve az alosztályvezetője lettem, 2005. november 1-től. A bűnügyi technikai alosztályon, talán a munkánkat úgy tudják az emberek értékelni, illetve az egyszerű halandó ember, hogy mi vagyunk azok a rendőrök, illetve azok a fiúk, akik amikor egy betörés vagy egy lopás bejelentése érkezik a rendőrkapitányság illetékessége területéről, akkor az első kiszálló csapat, talán így mondanám, akik érkeznek a helyszínre, talán bennünket még a járőr kollégák előznek meg, mert őket ha elsődlegesen küldik az ügyelet, és a járőrkorega jelent mindig a kiérkező bizottság vezetőnek, az egy nyomozóból áll, illetve a bizottság tagja egy bűnügyi technikus, aki későbbiek folyamán a helyszínen a nyomkutatást végzi. Tehát mi vagyunk azok a rendőrök, akik egy, egy, ilyen helyszínen legelőször odaérkezünk, adatgyűjtés, majd pedig a nyomkutatást végzünk, vagy végeznek a kollégák, akik ugye megpróbáljuk az ismeretlen elkövető által a helyszínen hagyott nyomokat, anyagmaradványokat felkutatni ahhoz, hogy későbbiek folyamán eredményesen fel tudjuk deríteni azt az elkövetőt, vagy elkövető csapatot, akik netántán a cselekményeket elkövették. Izgalmasan hangzik mindenképpen ez a munka, és számomra nagyon érdekes ez, hogy agrár területről talált erre a hivatásra, ez tényleg egy érdekes váltás. Mit gondol, mik azok a készségek, képességek, amik kellenek ehhez a munkához? Ez egy nagyon érdekes dolog. Az agrárterületen, területen, ahol én dolgoztam, és aztán a nehéz voltam, ez az állattenyésztés is volt, ott olyan szintű emberekkel kellett dolgoznom, akik körülbelül az átlag szintjén, vagy az átlag szint alatt vannak annak idején és ezen a terület és közvetlen kapcsolatban voltam velük, mert középszint, illetve alsó szintről egész a középszintű vezetői kategóriáig eljutottam, tehát minden csinyát, minnyát tudtam a szakmának, illetve az emberekkel való kapcsolattartást. Most ez rendkívül fontos dolog volt, a, amikor én a rendőrkapitányságra kerültem, és kiemelném a vizsgálati munkának a dolgait. Tehát az a rendőr, a, és az az igazi, talán mondanám rendőr, úgy tudja megtanulni a szakmát hogyha először, ha bűnügyön dolgozik, és bűnügyön mindenképpen a vizsgálatra kell kell Tudni, a vizsgálaton mindenféle bűncselekmény kategóriával találkozunk. Teszem azt a könnyű testi sértés, a súlyos testi sértés, a csalás, a sikkasztástól, a nem erkölt cseleni bűncselekményektől kezdve betörés és lopásokhoz mindenképpen. Most ugye mindig a vizsgálatra kerülnek azok az anyagok, amit a nyomozó kollégák, Ugye a nyomozó szó, ez egy nagyon érdekes szó, de a, a nyomozó az a kollega a bünyi munkán belül, aki az ismeretlen tetteses bűncselekményeket felderíti. És amikor felderítésre kerül, tehát megvan a tettes, akkor a munkának a krémjét, vagy a munkának a, a, minőségi munkát a vizsgálók végzi el, a legapróbb, kisebb dolgokig, amik még az ügyben elvégzendők. Ezzel a tértem azt, hogy meg vannak nevezve különböző emberek még, akiket ki kell benne hallgatni. És itt van rendkívül fontos jelentősége az emberismeretnek. Rendkívül fontos dolog az, hogy én a tanút hogyan hallgatom ki arra, hogy mit látott, mit hogyan látott. Vagy netán a gyanúsított szemét még folytatólagosan ki kell hallgatni, milyen kérdéseket teszek fel neki. Tehát ö, már az anyagot elolvasván el kell képzelnem azt, hogy milyen ember is lehet ez, akivel találkozok. És a vizsgálati munkám során az közel négy és fél, majdnem öt év alatt mindenféle emberrel találkoztam. Találkoztam olyan emberrel, aki először botlott meg az életbe. Találkoztam olyannal, aki sorozatosan megbotlott kisebb bűncselekményeket követette. Legyen ez csalás, legyen ez sikkasztás. Találkoztam kisebb bűnözővel, ezt talán így mondanám, aki ugyan elkövette bűncselekményt, de a kiholgatások során beismerő vallomást tett. Viszont találkoztam az életbe olyannal is, az úgynevezett nehéz bűnözővel, aki azt mondta, hogy ha a bűncselekményt elkövettem, akkor a rendőr bizonyítsa be azt, vagy tudja bebizonyítani, hogy valóban én követtem el. És itt van nagyon nagy szerepe a vizsgálatnak, amit én mindenképpen az ember ismeret egy óriási dolog ebbe a dologba, meg hogy milyen kérdéseket kell nekem feltenni ahhoz, hogy hát eredményesen a végére érjek, és ennek a munkának a végeredményet és a minősítését azt mindig, az ügyészség a Tudni, az ügyészség, amikor én egy, egy anyagot leadok, illetve leadtam, még vizsgálóként dolgoztam, akkor ugye kétféle variáció történt. Annak idején még ugye nem ügy felfüggesztés volt, ami az új BS szerint most van, hanem ügy megszüntetés, illetve vádemelési javaslat. Amikor az ügyészség az embernek a munkáját vádemelési javaslattal elküldte a bíróságra, akkor az egy, az egy ilyen pozitív dolog volt, hogy na csak, na csak, ténylegesen érdemes volt ebbe dolgozni, mert úgy látszik a felügyeleti szerv is úgy látta, hogy ebbe ténylegesen, amit elvégeztem, az egy pozitívunként értékelte, és csak-csak lesz belőle valami, azt majd a magyar független bíróság eldönti. Nem tűnik egy szigorú embernek, de lehet, hogy én túl sok filmet nézek, bár ez nem igaz, akkor néztem korábban, ugye az ember, amikor ö, nyomozásról, kihallgatásokról hall lát, akkor ugye van előtte egy kép, hogy mindez hogy zajlik. Ezzel szemben ön, aki ebben dolgozik, egy nagyon kedves, nyugodt ember. Ö, képzelném én azt, hogy akkor tulajdonképpen itt nem is ennek a nem agresszivitás, nem a szigornak van szerepe, amikor ön egy embert meghallgat, vagy éppen kihallgat, hanem nem azt akarom mondani, hogy baráti beszélgetések folynak, de tulajdonképpen valamilyen szinten a partnerség számít. Megtörnek az emberek, feltárnak mondjuk ö, 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 bensőségesebb titkokat is, vagy, vagy hogy, hogy kell ennek a, 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 a pszichológiai részét elképzelni? Nagyon érdekes, nagyon érdekes ez a dolog. Tudnék, ugye az ember, amikor megint a vizsgálatra térünk vissza, illetve. A bűnügyi e, helyszínőli munkám során is ugye e, történt olyan, meg történnek olyan események, amikor e, tetten érik az elkövetőt. Na például. Amikor tetten ér van az elkövető, ugye akkor az elsődleges dolog a bűnügyi nyomozónak kihallgatni, vagy, vagy a bűnügyi technikai oldalon lévő nyomozónak kihallgatni. Na most itt azért egyszerűbb a helyzet, azért egyszerű, mert e, ugye rögtön a akik tetten érték, a gyorsan az ember kihallgatja tanúként, vagy meghallgatja. Meg hát ott szóba. nincs mese. Nincs mese. Tehát tárgyi bizonyítékokként le, le van foglalva. Vannak itt is olyan esetek, amikor próbál tagadni az elkövetőt, de ez egy könnyebb megoldás. A nehezebbik megoldást, azt a, megint visszakanyarodva a vizsgálati munkára említeném, amikor például egy példával állnak elő, kihallgattam egy anyabetörőt. Még az írógépes világban, robotrón, írógépes világban éltünk, 94-95-ben volt, hogy még a számítógép csak itt-ott volt a kapitányságon. És ugye én ismertem a bizonyítási oldalak, tehát a kezemben volt úgynevezett ütőkártya, és tudtam azt, hogy mit kérdezzek a XY-tól arról, hogy én arra választ kapjak. És hát ő mondja a mondókáját, mondja, és mondtam neki, hogy ez nem jó, ez nem jó így, ez, ez nem így van, ez nem így van. Még a nevét is talán megemlítenem, egy Molnár Gyula nevezetű elkövető volt, és akkor körülbelül egy fél óra múlva szembeültünk egymással, egy kis asztalon volt az írógép, ugye akkor még úgy kellett befűzni a, az írógépbe a, a gyanúsítási edzőkönyvet, akkor azt mondta erre, hogy cseréljem ki az író, a, a kiolgatási jegyzőkönyvet, és indítsuk újra az egészet, ugye akkor újra megépeltem a gyanúsításnak a szövegét, mert beismerő valómas kívánok tenni. Azt mondja, hogy ön úgy áll az egész dologhoz hozzá, úgy veszem észre, hogy... hogy úgy kérdez én tőlem ezekre az egész dolgokra rá, hogy, 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 talán nem is, mintha, mint azt mondanám, hogy hát rendben van Gyula, elkövette ugyan a bűncselekményt, mert ennek ezt el kell tenni, de, de nem brutálisan, nem, 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 nem ordít velem, mert, mert, azt mondja, hogy volt ilyen kialgatás, és akkor, akkor én is megmacsakoltam magam. Tehát azt akarom talán uh -huh, mondani, hogy uh -huh, a szép szónak mindig jó volt a szép nagyobb szóval ereje soka, van. nagyobb, ereje van. És Többet el tudott. Tőle tudtunk menni vele. Így van pontosan. Ismerjük meg egy kicsit magánemberként a családját. bogyiszlónél még mindig Igen, röviden mondanám, Szászváron születtem, tehát Baranya megyébe. Onnét 83-ba kerültem ugye bogyiszlóra, méghozzá röviden mondom, hogy... Szerelem? Így van, a szerelem kapcsán egyik jó barátomnak a esküvőjén ismertem meg a feleségemet. A egy két, bogyiszlói igazi a, lakodalom e, talán. Nem Bodizslói, Fácánkerti lakodalomban volt, egy középiskola, a főiskolai jóbarátom esküvőjén. A két hölgy, ha már így mondanám, az ő felesége, meg aztán az én feleségem, és együtt járt a gimnáziumba, Tolnára. 83-ba kerültem Bodizslóra, hogy az előbb említettem ott a helyezkedtem el, és hát ahogy az előbb is elmondtam már, az állattenyésztésben dolgoztam a nehézipar, még a szarvasmarha vonalon. Az életünkbe az első változás 86-ba következett be, amikor az első lányom megszületett. Őt Petrának hívják most, jelen pillanatban másodéves joghallgató a Pécsi Tudomány Egyetemen. 88-ba született a Judit nevű kislányom, ő pedig harmadikos gimnazista tolnai gimnáziumban a feleségem az gyógyszertári asszisztensként dolgozott, jelen pillanatban pedig egy ilyen számítógépes továbbképzésen vesz részt, és hát így haladunk előre. 93-ban, ugye ahogy elmondtam, már megszűnt a munkahelyem, több-kevesebb problémával. Egy picit gondoltam, hogy nehezen tudom magamat aztán túltenni, de, de azért sikerült. Egy évig munkanélküli voltam, és utána helyezkedtem a rendőrségnél, ahol utólag elmondva nagyon jó választottam. Nagyon választottam jó kollégákkal. Amikor oda kerültem a vizsgálati osztályra, akkor a jelenlegi kapitányasszony volt a közvetlen parancsnokom, akivel mindig jó megértettük egymást, bármikor szakmailag, bárhogyan fordultam hozzá, <coughs> ő mindig segített benne. <coughs> és az, a régi idősebb kollégák, akik ma azóta nyugdíjban vannak, ők is segítettek ebben a munkába, és hát gyakorlatilag így jutottam el oda, ahova most eljutottam. Hobbi különleges, foglalatosság? Hobbi különleges, foglalatosság, az állatszeretetemből kifolyólag. Azt azért továbbra is megtartom, galambászkodom. Galambászkodom, angol, moderna fajta galambokkal foglalkozom, már gyerekkorom óta. Ez, ezt Bogyiszlón se felejtettem el, illetve hát kicsit nehézkesen aztán de át sikerült hozni azt az állományt, ami még a 103 volt, illetve a mezőgazdaság szeretetéből kifolyólag, meg talán, talán azt is talán mondani, hogy egy picit az anyagiasságból is a paprika termesztéssel foglalkozunk, ebbe a feleségemnek a szülei segítenek be. Illetve hát 15 évig sportoltam, most a, a futboloztam, valamikor már a Szászvári bányászban, és hát már Bogyiszlón ezt aktívan nem folytattam, kispályán folytattam elég sokáig. Ma is esetleg? Ma is, hát egy kis, azt tudom talán mondani, hogy kis kitérővel, illetve kis szüneteltetéssel, mert volt egy sérülésem, abból kifolyólag terembe történt ezt a Olnai sportcsarnokba, és hát most megint rá arra, inkább így mondanám, csúnya kifejezés, de hát, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen vegyek részt, Bojislom május 13-án lesz, és rábólintottam erre. Lehet szurkolni. Amikor bejött ide hozzánk a stúdióba, feltűnt az is, hogy mindjárt nyilván volt ismerős arc, volt kevésbé ismerős arc, de rögtön az első pillanatban mindenkivel megtalálta a, a közös nevezőt, hogy így mondja, mindenkivel valamiről tudott beszélgetni. Olyan társasági embernek látom, így van ez, tehát szeret társaságba járni, szeret, azt tudjuk, hogy szereti az embereket, de mondjuk azt is tudjuk, hogy aki sokat foglalkozik emberekkel, sokszor a magánéletében, a szabadidőben szeret egy kicsit Háttérbe vonulni? Hogy van ez önnek? Talán nálam ez nem így van a háttérbe vonulás. Ezt az emberekkel való kapcsolattartás is szeretetet, ezt a édesapámra örököltem. Hát ő volt egy ilyen örökmozgó, izgő mozgó emberke, illetve ember, akitől talán a, nem csak én, hanem az előbb el is felejtettem említeni a családba még, hogy ugye egy bátyám és egy öcsém van. A bátyám az Szászváron él, öcsém pedig Bonyhádon tanár. Na most a magánéletben is Bogyiszlón kialakítottam én akkor, amikor oda kerültem a feleségemen keresztül, mert persze ugye mind idegen voltam ott, egy baráti társaságot, és ővelük azért névnapokkor, ünnepnapokkor, születésnapokkor összejárunk, és ott mindig megvan a baráti kör, és ott én jó érzem magam. Nyilván ők is örültek, és hát sokan gratuláltak ehhez a kitüntető címhez, és hát eh, ahogy itt beszélgettünk a pálya futásáról, biztos, hogy jelentős ez az elismerés, pláne ismerve a körülményeket, hogy azért egy munkanélküli státuszból találta meg ezt a jelenlegi állást. Ezt gondolom, hogy mindenképpen eh, fontos lehet az embernek, de ilyenkor úgy el is szoktunk gondolkodni, bár én még nem kaptam yeah. ilyen nagy kitüntetést, nem tudom, hogy ez milyen érzés lehet, de gondolom, ilyenkor az ember kicsit számot vet magával elgondolkodik akár a jövőről, vagy a múltból merítkezve a továbbiakon. Ön, 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 hogyan látja, mit adhat ez a kitüntető cím? Igen, ahogy tetszett mondani, ez nagyon jó érzés volt, mert sokan megállítottak. Egyrészt a kollégák részéről egy jó pár gratuláció érkezett személyesen is, telefonban is, SMS-be küldtek gratulációkat valamint a faluban többen megállítottak, hogy olvastam az újságban, mert ugye akkor még az hangzott el, illetve ott jelent meg a, a, kitüntető címnek az átadásával kapcsolatosan. Ez nagyon sok minden feljogosítja az ember. Tehát legalábbis először is véleményem szerint arra, hogy azért, sőt olyan is elhangzott a, a, a helyi volt munkatársam részéről, aki a TSZ-nél dolgozott annak idején, hogy látod, itt elismerték a munkádat. Uh -huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy jó érzés volt. Hát talán, hogy ott miért nem ismerték, az maradjon az ő dolguk, maradjon annak a szakmának a titka. Itt mindenképpen jó érzés volt. Azért a 16 év, vagy 12 év alatt, amióta a rendőrségnél dolgozom, én mindig igyekeztem azon lenni, hogy a kollégákkal, hogy az előbb tetszett kérdezni, mindig jó kontaktust teremteni a főnökeimmel, illetve a parancsnokaimmal szemben pedig mindenképpen úgy viselkedni, és amiket ők, mert ugye parancsuralmi rendszer az teljesen más, mint egy polgári életben, azt végrehajtani, ugye szigorúak a, hat, a határidők, amiket végre kell ezt mindig megtettem. A illetve beosztottaimmal, amióta parancsnok vagyok, akkor azóta pedig próbálok úgy beszélni, illetve olyan utasításokat adni, amit én is annak idején végrehajtottam, és mindig azt mondtam nekik, hogy sose felejtsétek el, akkor is meg kellett ezt csinálni, amellett, hogy én egy picit más típusú ember vagyok, mint aki volt közvetlen a parancsnokunk, ő lett a bűnügyi osztályvezető, tehát egy ranggal följebb került, az ő utasításait már én nekem kell végrehajtani az állományon keresztül, az egészen másként van, de mindenképpen meg kell követelni azt, amit a rendőrségen el kell végezni, és ennek rendkívül fontos dolog ez. Ez egyszer a hivatás. Hogyha magánemberként kérdezem, akkor mit vár a jövőtől? Mit szeretne, hogyha most, szoktam itt ebben a műsorban mondani, jönne egy jó tündér, és azt mondaná, hogy teljesít... Hát legalábbis legerőször azt szeretném, hogy ugye mivel két gyermekem van, mind a két gyermeket mederbe terelni, vagy olyan mederbe terelni, hogy az elsőt már sikerült. És annak örülni, hogy ő is elvégzi majd az egyetemet, vagy a kisebbiket, aki majd oda fog kerülni, és reméljük oda kerül. A magánéletemben még annyit szeretnék, hogy egy nagyon jó és anélkül nem is mehetett volna a feleségem nélkül a dolog. Tehát mindenképpen fontos a dolog háttér. a biztos háttér, amikor ugye, mert a szakmán belül nagyon sokszor ugye továbbképzéseken kellett részt venni, hiszen nem régen, most is egy rendészeti szakvizsgán kellett részt venni, amihez ő a megfelelő biztos hátteret biztosította, tehát nyugodtan fel tudtam készülni, a szakma biztosította azt, hogy el tudjak jönni szabadságra, az otthoni idő azt pedig biztosította, az otthoni körülmények, hogy erre nyugodtan fel tudjak készülni. Hát a jövőt illetően, ugye mivel 50 éves leszek május 13-án, egy picit a rendőrségi munka után már a nyugdíjfele kacsinkat az ember, úgy vagyok vele, hogy ameddig lehet még dolgozom tehát mindenképpen nem akarok mindjárt elmenni egy éven belül biztos, hogy nem nyugdíjba, ha bár lehetőségem lenne rá, de vannak kötelezettségem, vagy az előbb már elmondtam, illetve a jövőt illetően és a magánéletben, ha a rendőrségtől úgy már nem szakad el az ember, mint nyugalományúként dolgozom, akkor otthon a megfelelő család életbe és otthon ugyanezt, amit most végzek, ezt a kis kiegészítőt, mert azért nekem a egy galambok, kis kiegészítő, galambok illetve a, hát a munka, paprika, ezt tovább szeretném folytatni, és add ez ezt lehet, illetve a sportot, mert nagyon fontos dolog ebbe az életbe, ha egy, egy aktív munkát az ember befoly, ö, ö, abba hagy, akkor utána ne szakítsuk meg, és folytassuk, máshol akkor sporttal tudjam ezt kiegészíteni. Hát akkor mi ehhez kívánunk minden szépet és jót önnek, és hát természetesen azért a szakmán belül is további szép sikereket, és majd a nyugdíjas években mindazt, amit ön saját magának elképzelt, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. És még egyszer sokak nevében köszönöm a munkáját, és szívből gratulálunk a kitüntető címhez. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, és reményeink szerint legközelebb majd az év tűzoltóját ismerjük meg. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!